Sok olyan cég van a tőzsdén, ami nem oda való, különböző okok miatt. Az egyik az, hogy például nem fizetik rendesen a tőzsdei díjakat, vagy más szabálytalanságokat hajtanak végre. Most erre a tőzsde egy olyan megoldást talált ki, hogy ezeket elkülöníti. Tehát tulajdonképpen a normál kereskedésből kikerülnek, és csak időnkénti aukciós módon lehet rájuk kereskedni. Tehát tulajdonképpen, hogy félre vannak állítva, amíg nem rendezik a problémáikat. Ezek nyilvánvaló, hogy általában nem tőzsdére való cégek. Előfordul viszont időnként, ugye, hogy jó cég is távozik. Most ez történik a Plotinusszal. Na most ilyen minden tőzsdén előfordul, mindig sajnálatos, ha egy jó cég távozik, de normál körülmények között egy tőzsdén érkeznek is cégek, távoznak is cégek, van egy egyensúly, tehát ezzel önmagában nincs olyan baj. A nagy kérdés az, hogy akinek olyan részvénye van, amelyik távozik a tőzsdéről, az mit tegyen. Amelyik cég elvonul a tőzsdéről, az olyan, mintha szinte nem is létezne többé, láthatatlanná válik a cég, mégpedig azért, mert senki nem foglalkozik vele olyan értelemben, hogy nincs egy szabályozott vagy szabályozatlan, semmilyen kereskedés nincs benne, sőt, még tiltott is az, hogy ajánlatokat tegyenek rá a broker cégek. Régen, 20 évvel ezelőtt a broker cégeknél nagy forgalom volt tőzsdén kívüli részvényekre, sok olyan jó részvény is volt, amit később vezettek be a tőzsdére. Tehát ezek jó cégek voltak, és volt rájuk ajánlat nap mint nap, és ha nem is olyan gördülékeny volt a kereskedés, mint a tőzsdén, de mégiscsak lehetett rájuk, viszonylag likvidek voltak, lehetett rájuk kötni, csak broker cégeket hívni és alkudni kellett rájuk. Most teljesen más a helyzet, most ha valakinek egy ilyen papírja van, akkor tulajdonképpen úgy érezheti magát, mintha egy família Kft-be kerülne, ahol van néhány tulajdonostársa, azzal a különbséggel, hogy míg ha valaki egy vállalkozást alapít, akkor tudja, kik a tulajdonostársai, viszont nem tudja, kik a tulajdonostársai, és ha el akar adni ebből a papírból, akkor egyszerűen nincs kinek eladni, egyet tehet, hogy a tulajdonostársakhoz fordul, hogy esetleg kellene nekik vagy nem, vagy valakit megpróbál meggyőzni egy viszonylag ismeretlen cég papírjáról, hogy azt vásárolja meg. Tehát igen likviddé válik, igen nehézkessé válik az eladás, ezért én mindenkinek azt javasolnám, aki egy tőzsdéről kivonuló cégben van, hogy azt adja el. Csak olyanok tartsanak meg ilyen részvényt, akik rendkívül elszántnak érzik magukat ahhoz, hogy adott esetben elmennek a közgyűlésre, megpróbálják meggyőzni a fő tulajdonost vagy más tulajdonostársat, hogy nekik miért jó, ha az ő részvényét megveszik. Ha ez nem sikerül, akkor esetleg nem lehet jó áron eladni. Ugyanakkor persze az is megtörténhet, hogy a cég továbbra is jól működik, jól fizet osztalékot minden tulajdonosának, de erre nincs garancia, erről nem lehet semmit tudni. És ha az illető úgy dönt, hogy ki akar szállni, akkor lehet, hogy ez hosszú ideig, hónapokig, évekig tart, addig az árfolyam is sokat változhat. Tehát összefoglalva, csak azoknak ajánlanám a bennmaradást, akiknek szinte egy életforma az, hogy ilyen részvényeket tartsanak, és ezekből próbálnak meg esetleg extra profitot kisajtolni, azzal együtt, hogy tisztában vannak a rendkívüli kockázatokkal, és nem riadnak vissza attól, hogy közgyűlésen jelenjenek meg, ott aktívak legyenek, és a tulajdonos társakkal tartsák a kapcsolatot.